elfogadták, 10%-kal csökken a kommunális adó gyöngyösen. Vizsgálat, stabil a város működése, de vannak kockázatok. Tüntettek, a szakmai nyugdíjak visszaállítását követelik a bányászok. Jó estét kívánok, ez az aktuális január 30-án csütörtökön. Elfogadta a kommunális adó 10%-os csökkentéséről szóló előterjesztést a gyöngyösi képviselőtestület. Az iparűzési adóra vonatkozó javaslatról azonban csak később szavaznak, igaz, akkor ki is terjesztenék, és a garázsok építményadóját is csökkentenék. Az eredeti adócsökkentésről szóló előterjesztés szerint a kommunális adó 10%-os mérséklése mellett az önkormányzat elengedné az iparűzési adót az 1 millió forintot nem meghaladó adóalappal rendelkező vállalkozások számára. Hisz György szocialista frakcióvezető javaslatára azonban a pénzügyi igazgatóság kiszámolta, mekkora adóbevételtől esne el az önkormányzat, ha a határt 1,5 millió forintra emelnék, és 10%-kal csökkentenék a garázsok építményadóját. Kiderült, hogy a két további könnyítés 9 millió forintba kerülne, amit a képviselők elfogadhatónak tartottak, ezért elvileg egyetértettek az adócsökkentés kiszélesítésével, de szavazni erről a szervezeti és működési szabályzat betartása mellett csak februárban tudnak, így a garázsok esetében a csökkentést a szeptemberi adófizetéskor érvényesíthetik majd a tulajdonosok. A képviselők az első fordulós tárgyalás után elfogadták a 2014-es költségvetés tervezetét, amelyet összesen 47 módosító indítvánnyal egészítettek ki. A közel 7 milliárdos főösszegű költségvetésről február végén közmeghallgatást tart az önkormányzat. A képviselők arról is döntöttek, hogy kezdeményezik a Mátra Volánnál, hogy sport célú használatra az önkormányzat visszakapja az Egri úti sporttelep 2010-ben értékesített salakos pályáit, és arról is, hogy jelentős támogatást nyújtanak a sportszervezeteknek a tornatermek bérleti díjainak kigazdálkodásához. A további döntésekről holnapi műsorunkban számolunk be. A gyöngyösi önkormányzat működése stabil, de középtávon nem biztosított a pénzügyi egyensúlya. Ezt állapította meg az állami számvevőszék, amely 2010. január 1-e és 2013. június 30-a között ellenőrizte az önkormányzat gazdálkodását. Több tucat önkormányzat gazdálkodását és pénzügyi helyzetét vizsgálta 2010 és 2013 között az állami számvevőszék, amely elsősorban arra volt kíváncsi, mennyire stabil az önkormányzatok működése. A szervezet szerint a gyöngyösi helyhatóság alapvetően stabilan működik. Az önkormányzat működési bevételei fedezték a működési kiadásait, tehát a működése stabil volt. Ez akkor is igaz, ha 2011 és 2012-ben kapott önhiki, illetve hiteltörlesztési célú támogatásokat levesszük, tehát az önkormányzat működése biztosítva volt. Az ÁSZ ugyanakkor úgy látja, hogy az önkormányzati tulajdonú cégek gazdálkodása veszélyeztetheti a pénzügyi egyensúlyt, ezért azt a szervezet középtávon nem látja biztosítottnak. Kiemelt kockázatot jelentett nálam minősített többségi befolyás alatt álló gazdasági társaságainak a pénzügyi helyzete. És miután nem rendelkezett elkönnyített tartalékkal a stabil működést illetően, ezért állapítottuk gyakorlatilag azt meg, hogy középtávon nem biztosított az egyensúlya. Az állami számvevőszék a pénzügyi helyzet hosszú távú stabilizálása érdekében több javaslatot is megfogalmazott az önkormányzat számára. Ezek között szerepel egy stabilizációs program kidolgozása, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének rendezése. Emellett az ÁSZ további lehetőségeket lát a bevételek növelésére és a kiadások csökkentésére is, de azt is elismerik, hogy az önkormányzat tett már erre vonatkozó lépéseket. A nyugdíjszabályok módosítása miatt demonstrált több száz bányász tegnap este az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt. Az ágazat dolgozói azt mondják, szó szerint elhasználódnak, mire elérik a törvényben meghatározott nyugdíjkorhatárt, ezért a korkedvezmény visszaállítását, valamint a 30 év után járó bányász nyugdíjakat követelik. Utoljára egy évvel ezelőtt tüntettek a bányászok az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt a bányász nyugdíjak módosítása miatt. Azonban az ígéretek ellenére semmi nem történt, mondta Rabi Ferenc, így ismét közel 1000 bányász demonstrált, hogy visszaállítsák a korkedvezményt és a bányász nyugdíjakat. Ígéretünk volt arra, hogy a szén tűzfejtésen dolgozó, meghatározott munkakört ellátó kollégáink számára, bányászok számára, visszaadják, vagy átmeneti rendelkezésekkel elfogadhatóvá teszik
az elvett szén külfejtése szakmai nyugdíjukat. Ez a nyugdíj arról szólt, hogy 30 év után el lehetett menni öregségi nyugdíjba, mert egészségkárosító munkát végeztek. Ezt a munkakört nem tudják 65 évesen ellátni a bányászok, ezért elfogadhatatlan, hogy ebben 2 éven nem tudnak változást elérni, és kompromisszumos javaslataikra sem kaptak választ, tette hozzá az elnök. A bányászok követelése, hogy a 3. csoportos rokkantsági nyugdíjasok kapják vissza eredeti járandóságukat, mivel a 120 ezer forint helyett 30 ezer forintos rehabilitációs ellátást kapnak. A tüntetők azt mondják, legtöbben azt is nehezen élik meg, hogy korkedvezményes nyugdíjasokból járadékosok lettek. Várják az egyeztető tárgyalásokat a minisztérium részéről, és az érdemi megoldást, tette hozzá Rabi Ferenc. Nem fogjuk abba hagyni az akcióinkat, mert nem látjuk megoldva ezekben az általam jelzett problémákban a bányászok helyzetét. Addig, amíg számukra elfogadható megoldást nem alakítanak ki, folyamatosan fogunk szakszeti akciókat szervezni, hogy milyeneket, azt majd megbeszéljük, egyeztetjük a kollégákkal. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a demonstrációra reagálva hangsúlyozta, a kormány 2010-ben több 100 milliárd forintos hiánnyal vette át a nyugdíjkasszát, valamennyi korhatár előtti nyugdíjat kivezette a nyugdíjrendszerből, de azok, akik legalább 25 éven át mélyművelésű bányában dolgoztak, továbbra is megkapják a korkedvezményt. A kevésbé veszélyes munkakörökben dolgozók esetében azonban ezt nem tartják indokoltnak. Megélhetés, rend, elszámoltatás. Erre a 3 pillérre építi programját a Jobbik. A párt megszüntetné a képviselői mentelmi jogokat, a helyi gazdaságot pedig többek között a mátrai erőműre és a turisztikára építeni, mondta el sajtótájékoztatóján Vona Gábor, a párt elnöke. Jogi elszámoltatásba kezdene a Jobbik, amennyiben megnyeri a választásokat, mert ezt eddig egyetlen kormány sem tette meg, mondta el Vona Gábor pártelnök. Ezzel együtt megszüntetnék az országgyűlési képviselők mentelmi jogát is. Mi tiszták vagyunk, új párt vagyunk, nem feszélyez bennünket semmilyen múltbeli mutyi korrupció, úgyhogy bátran vághatunk bele az elszámoltatásba, és ezt felelősségem teljes tudatában tudom mondani és ígérni az embereknek, hogyha a Jobbik kormányra kerül, akkor rövid úton fogjuk megvalósítani az elszámoltatást, a mentelmi jogot pedig el fogjuk törölni. A Jobbik kiáll a paksi erőmű bővítése mellett, ez azonban nem zárja ki a mátrai erőmű hosszú távú működését sem. A turisztika mellett a megye legnagyobb munkáltatójára építenék a helyi gazdaságot és az energiapolitikát is. Mindenképpen a mátrai erőműnek a megerősítésére és a saját erőforrásainkra való támaszkodásra szeretnénk az energiapolitikánkat építeni, és a mátrai erőmű nekem, mint gyöngyösi születésű embernek, és itt valóban a környék legnagyobb munkáltatójáról beszélünk, nagyon fontos. Vona Gábor elmondta azt is, hogy továbbra is fontosnak tartják a kelet felé irányuló gazdasági nyitást, valamint ugyanúgy építenének a nagyvállalatok gazdasági erejére, mint a családi vállalkozásokra. Visszavonta 2 korábban engedélyezett online kassa engedélyét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal. Azok a kereskedők, akik ezek közül rendeltek, most új gépet kell, hogy keressenek. Az érintettek bíznak abban, hogy nem veszítik el az állami támogatást. Ez az egyik betiltott gép, mutatja az eladó, aminek az engedélyét pár nappal ezelőtt vonta vissza a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal. A visszavonást azzal magyarázták, hogy az érintett pénztárgépek lehetőséget teremtenek az adó elkerülésre, és rejtett funkciójuknak köszönhetően jogsértő célokra használhatók. Az egyik a Sunforce NR300-as, a másik pedig az Ascende NR300-as típus. Mind a kettőnek visszavonták, hogy a múlt hét csütörtökön a forgalmazási engedélyt, mert hogy visszaélésre adó okokat találtak a gépeknél. Ténylegesen csak néhány tucat gépet hoztak forgalomba, közel 80 ezret rendeltek meg ezek közül a kereskedők. Ez azt jelenti, hogy a kiskasszás piac durván 40%-a érintett az ügyben. A probléma ugye az, hogy van, aki már megkapta ezt a típust, tehát ugye elmúlt hétfőtől már szállítják ezt a gépet, ki is fizette, be is üzemeltük, és valószínű, hogy ők nem tudják használni a gépeket, valamint a befizetett előlegeket, illetve a teljes összeget vissza kell, hogy kapják majd vagy az Altcash Kft-től, vagy mostanában
már elképzelhető, hogy az állam is beleszól ebben. Akik ilyen pénztárgépet üzemeltetnek, vagy ilyen gépekre szóló megrendeléssel rendelkeznek, mielőbb gondoskodniuk kell egy másik engedéllyel rendelkező pénztárgép beszerzéséről. Az új megrendelés leadásához felhasználható az a támogatási tartalommal rendelkező üzembehelyezési kód, amelyet a korábbi visszavolt engedélyű gépre vonatkozó megrendelésnél megadott az adózó. A hatóság január 23-áig 81 pénztárgép típust engedélyezett már, tehát elegendő választék áll az érintettek rendelkezésére. Várhatóan a határidők módosítására lesz majd szükség, hiszen a visszavonás miatt a több tízezer támogatásra jogosult nem tudja üzembe helyezni az új online pénztárgépét határidőre. Nem sokkal adásunk előtt kaptuk a hírt, hogy a nemzetgazdasági miniszter a mai nappal felmentette a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal főigazgatóját, Király Pétert. Varga Mihály a hivatal vezetésével Kis Ágnes általános főigazgató helyettest bízta meg. A hivatal munkáját az online pénztárgépekre való átállás befejezéséig a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnök helyettese miniszteri megbízottként felügyeli. A 28. Imola hírlapkupa teremlabdarúgó tornára a Gyöngyösi Atlétikai Klub mint címvédő kapott meghívást az Egri Torna csarnokba. A majzik legénység veretlenül jutott tovább a csoportjából a fináléba. Az első mérkőzés rögtön rangadó volt, ugye 60 csapatával, hál' Istennek sikerült megnyerni 5-2-re, majd a Maklár csapatával azonnal játszottunk, őket 4-2-re győztük le, és akkor egy mérkőzés maradt ki. Tehát elég sűrű, két óra alatt lejátszottuk a három mérkőzést, ami ugye azt jelenti, hogy 2x15 perc, az 30 perc háromszor, és ott pedig a Péter Vásárra ellen már rég volt egy döntetlen is ahhoz, hogy mi játszunk a döntőt. Ez így is alakult véletlenül 6-6 lett, és büntetőkkel maradtunk alul ugyan, de ez már igazából sok minden nem befolyásolt. Itt már azért több lehetőséget kaptak a ifjúsági csapatban felkerült játékosok is, úgyhogy mindenki tudott játszani. Az egynapos rendezvényen a csoportmérkőzések után rövid pihenővel következhetett a döntő. Hát a döntő az egy jó hangulatú mérkőzés volt, ugye a Déteri Lajos által vezetett felső tárkányon játszottunk, és hát annyiban volt nekünk sokkal nehezebb, hogy ők délelőtt lejátszották a selejtezőket, délután pihenhettek, este ugye 3-4-kor kezdődött a döntő, vagy 5 óra után, és hát mi pedig élesből, mert ahogy mentek a mérkőzések, úgy estünk be a döntőre, és az még nehezítette a dolgunkat, hogy a Szilágyi Norbi, a csapatkapitányunk ugye kicsit betegeskedett, úgy játszott. A Bognár Gyuri sajnos megsérült a második mérkőzésen, reméljük nem lesz komolyabb, de el kellett vinni a kórházba egy röntgenre, a térszalagja húzódott meg. Illetve hogy a Fekete Bence, Kovács Ádám nem volt keretben, mert ők kisebb sérüléssel bajlódnak. A Gyöngyös végül a felső tárkány ellen 7-5 arányban tisztes csatában maradt alul az MB3-as klub ellen. A döntőben Barta 2, Oravec, Pilinyi és Szilágyi lőttek gólokat. A Gyak a második helyért járó Serleg mellett két külön díjat is elhozhatott. A legjobb kapus Éles Viktor a torna legszebb gólya külön díját Klavács Krisztián vehette át. További 320 millió forintot kapnak a tanyák az ott élő emberek gazdálkodásának, élethelyzetének támogatására. A kormány kiemelt célja a villany nélküli tanyák 2020-ig történő teljes körű villamosítása, valamint hogy a tanyákat járható utakon lehessen megközelíteni. Délután 4-ig 309 forintos euróárfolyamig erősödött a hazai fizetőeszköz a délelőtti 312 forint után. Az elmúlt két napban körülbelül 10 forintot gyengült a forint az euróval szemben. A magyar fizetőeszköz szerdán 302-es árfolyamról indult, majd napközben két éves mélypontra gyengült. Elemzők szerint a forint gyengülés mögött az a törekvés áll, hogy a piacok most a forintnál akarnak jegybanki kamatemelést kikényszeríteni. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek a budapesti értéktőzsde főbb részvényei a mai kereskedési napon. A Magyar Telekom 304, a MOL 13700, az OTP 4195, a Richter 4645, a TVK pedig 3550 forintba került a nap végén. A tőzsde hivatalos indexe a BUX ma 92 pontot emelkedett, így 18639 ponton zárt. Az aktuális végén pedig a legfontosabbak még egyszer röviden. Kal csökken a kommunális adó Gyöngyösen. Az állami számvevőszék szerint stabil a város működése, de vannak kockázatok. A bányász nyugdíjak visszaállítását követelték tegnap este a szakszervezet.
Ez volt az aktuális csütörtökön, friss hírekkel holnap is jövünk majd a szokott időpontban, addig olvassák el az információkat a gyöngyöstv.hu oldalon is. Minden jót, a viszontlátásra!